A szlovákiai magyar cserkészek cserkész gyűjteményének jóvoltából nyílt az a tárlat, mely a cserkészetet és ezen belül is az egyes cserkész mozgalmakat mutatja be közelebbről. A cserkészet alapítója egy angol katonatiszt volt, aki 1907-ben 24 fiú számára rendezett először cserkésztábort. Ezután terjedt a cserkészet tovább, elérve a világ más országait is. Ma világszerte 40 millió cserkész működik 216 országban, így Szlovákiában is. A magyar cserkész mozgalom csak úgy, mint a többi, azt tűzte ki céljául, hogy életre való, hazája és nemzete iránt elkötelezett felelős polgárokat neveljen. A cserkész legyen egyenes lelkű, mondjon mindig igazat, segítsen, ahol tud, legyen vidám és meggondolt, hogy csak néhányat említsünk törvényeik közül. A gazdag tárlat, melyen betekintést nyerhetünk a cserkészek világába, június 22-ig látogatható a Múzeum és Könyvtár Nádor utcai épületében.